Ünnepre készült a Szingó Szabadidős Sportegyesület vasárnap. A járókelők érdeklődéssel nézték, hogy egyre több ringás gyülekezik az ország almánál. Aztán 9 óra táján mindenkinek világossá vált, hogy valóban különleges eseménynek lehet tanúja, hiszen megérkezett a magyar és a fehérvári kerékpársport legendája, Boros Pál, aki, mint kiderült, ezen a napon ünnepelte 75. születésnapját. Nagyon tiszteljük, ugye 75 éves és most is biciklivel érkezett, tehát ez egy jó példa nekünk is, szabadidős sportolóknak, hogy lehet ilyen aktívan is élni a nyugdíjas éveket, úgyhogy mindenképp szerettük volna meglátni Pali bácsit, és további sok egészséget kívánunk neki. Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy igazi példa mindenkinek, aki akár most kezdeni el a sportot, hogy ez egy olyan sport, amit gyakorlatilag egészen időskorig lehet csinálni és végezni. A kerékpáros ikon sporttársai köszöntötték a jeles napon. A láthatóan elérzékenyült, csupa nagybetűs bajnok különleges ajándékokat vehetett át az ötletgazda Olá Gábortól, az egyesület elnökétől és csapattársaitól. Nagyon nagy meglepetés volt. Nem tudtam, hogy mire készülnek a fiúk. Valami rezgett a fejembe, de az, hogy az egész baráti körét lesz, erre nem mertem gondolni. Az ünnep természetesen az országúton folytatódott, a konvoj immáron stílszerűen két keréken tett hitet a már régóta tudott mellett. Biciklizni jó.